Megérkezett a havazás Magyarországra. A kommunális Kft. Megkezdte a síkosságmentesítést a városban. Továbbra is digitális oktatás. Február 1-ig még biztosan maradnak az online órák. Megvan az idei első. Győzelemmel kezdte az évet a bajai NKK felnőtt együttese. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió január 11-i hétfő esti híradója már is kezdődik. A hétvégén az ország több pontján leesett az első hó. Vasárnap estére Baján is több centiméter vastagságban borított a csapadék az utakat, így a kommunális Kft. Megkezdte a síkosságmentesítést. A főutakon és a közterületeken a szakemberek látják el a szükséges feladatokat. Az ingatlanok előtti járdákról azonban a továbbiakban is a tulajdonosoknak kell eltakarítaniuk a havat. Hétfőn reggelre már csak a parkoló autók tetején és a kevésbé forgalmas járdaszakaszokon maradt vele mennyi hóréteg. A hétvégén az előrejelzéseknek megfelelően az ország több pontja fehérbe borult, a tartós, sűrű köd miatt egyes megyékben elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A városban szerencsére csak kisebb mennyiségben hullott csapadék, így nem okozott gondot az eltakarítás, mondta Telek Zoltán. Ma reggel 4 óra, 5 óra körül indultak el a kommunális szolgáltató, a Bajakert Kft. Kollégái, szakemberei, illetve a közcélú munkások. Síkosságmentesítést hajtottak végre, elsősorban a járdákat, a közterületen levő hivatalok előtt levő járdákat, bölcsődék előtt levő járdákat, a buszperonokat, beugrókat, illetve az hozzávezető járdákat takarították le. Az önkormányzat közbiztonsági referense hozzátette, a síkosságmentesítésben az idei évben is szerepet vállal a Felsőbácskai Hulladék Közlekedési Kft. Az ő szakembereik az utcák állapotáért felelnek. A főutak tisztántartása a Magyar Közút Nonprofit ZRT feladata. A vállalat bajai mérnöksége 6 darab kombinált géppel dolgozik a kezelésében lévő útszakaszokon, tájékoztatott Kuhajcsik Zsolt. Ja, a sószúrást ugye a igények nem megfelelően végezzük, ugye, hogy ha egy sima deresedés, majd egy reggeli lefogyás, akkor ugye 5 g-ot szórunk ki méterenként, ugye ez ilyen 20 tonna körülbelül egy alkalommal, és ugye a sószúrink ugye alkalmas a 5 és 40 g közötti szórására. Ugye, tehát ez ilyen 20 tonna környékén szokott lenni naponta, 20 és 30 tonna között egy alkalommal. Illetve szoktunk még ugye kalciumkloridot is használni, ugye ez pedig akkor, amikor az út száraz, és akkor ugye a sót ugye ezzel a kalciumkloridot odaadta nedvesítjük, hogy az autónak a menetele ne fújjon le a sót az útról. A bajai mérnökség vezető kiemelte, a hétvégén tapasztalt havazás nem okozott nagyobb fennakadásokat a térségben, a szakemberek pedig a komolyabb csapadék eltakarítására is felkészültek. Fontos tudni, hogy még a főútak és a közterületek tisztántartását az önkormányzati, illetve az országos cégek látják el, addig a lakóingatlanok előtti járdaszakaszokon a jogszabályban előírtaknak megfelelően továbbra is a tulajdonosoknak kell elvégezniük a síkosságmentesítést. Január 1-től évi 1,5 millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé. Idéntől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások, közölte a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-vel. Izer Norbert kiemelte, ez az újabb adócsökkentés évi 5 milliárd forintot hagy az állampolgároknál és vállalkozásoknál. Ezzel a változtatással pedig a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés mellett az ország versenyképessége is javulhat. A cégeknek ezután díjmentes lesz az adóügyi méltányossági kérelem is, amely eddig 10 ezer forintba került. Ez nagy segítség lehet a vállalkozásoknak a jelenlegi járványhelyzetben, jelentette ki az államtitkár. Emellett január 1-től ingyenessé válik közös háztartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról, az élettársi kapcsolatról vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállítása is, de nem kell fizetni a birtokvédelmi eljárásért, valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért, így például a kereskedelmi tevékenység bejelentéséért sem.
A kedvező változás révén nem csak az általános 3000 forintos illeték szűnt meg, hanem több elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő speciális illetéktétel is. Így már nem kell eljárási járulékot fizetni az elsőfokú építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokért, illetve a közigazgatási eljárásban kiállított, nem díjköteles másolatokért, kivonatokért sem. Február 1-ig biztosan maradnak az online órák. Közel egy éve, hogy a koronavírus miatt az iskolák kénytelenek online formában átadni a tananyagot a diákoknak. További enyhítésre azonban egyelőre nincs kilátás, így ebben a hónapban még digitális oktatásban kell részt venniük a tanulóknak. Híradónk stábja két helyi oktatási intézmény, a Bajai Szakképzési Centrum és az MNAMK eddigi tapasztalatairól érdeklődött. Február 1-ig még biztosan nem léphetnek be iskoláikba a magyar középiskolások. Kíváncsiak voltunk, hogy a város intézményei milyen tapasztalatokkal rendelkeznek az online tanítással kapcsolatban. A Bajai Szakképzési Centrum kancellárja híradónkat arról tájékoztatta, sikerült áthidalni a kezdeti nehézségeket. Nem egy esetben szó szerint az iskola vitte ki a laptopot, ha kellett házhoz, de szponzori segítséget is kaptunk, és olyan is van, hogy egy kereskedő megtámogatta néhány eszközzel a diákokat. Tehát olyan jellegű problémánk, mint tavasszal, hogy hirtelen jött ránk a digitális munkarend, és azt sem tudtuk, hogy a diákokat hogy érjük el pontosan, ilyen jellegű problémánk nem volt. Tehát azt tudom mondani, hogy oldottan mentünk rá. Virág Tibor hozzátette, intézményükben a gyakorlati oktatás kis létszámban továbbra is helyben zajlik a járványügyi előírások betartása mellett. Bár a tanárok és a diákok is elkötelezettek, mégis érezhető, hogy pótolhatatlan a személyes jelenlét. Meg kell mondjam, hogy a végzősöknek borzasztó nehéz a dolguk. Tehát most annak a diáknak is jóval nehezebb érettségire szakmai vizsgálni. Nálunk a szakmai vizsga is egy érettségi nagyságrendű vizsga. A felkészülés, aki egyébként szorgalmas és szeretne, hisz bárhogy van, mégis kell a tanári magyarázat, kell a kontakt. Észre kell venni azt, hogyha ha a diák segítséget kér. A kancellár elárulta, ha marad a digitális munkarend, tervezik, hogy a szabályoknak megfelelően kontaktórákat biztosítanak majd az érettségi vagy szakvizsga előtt álló diákok számára. A kezdeti technikai nehézségek az MNAMK intézményét sem kímélték, de ősztől már gördülékenyebben vették az akadályokat. Ehhez a tanárok és a diákok csapatmunkája is nagyban hozzájárult. A digitális oktatás ez egy külön módszertan, tehát ebbe bele kell gondolkodnia magát a tanárnak is, diáknak is, hogy ezzel hogyan lehet legjobban elérni a megfelelő eredményt. Én azt gondolom, hogy ez az idők folyamán jól kialakult. Nagyban változtatni nem látok most olyan területet, amiben alapvetően változtatnánk. Ez mindig alakult, tehát ez állandóan változik, mert ahogy a tapasztalatok jönnek az egyes tanároknál, egyes diákcsoportoknál is, az iskola egészére is ez jellemző. A német iskola végzősei is nehéz helyzet. Vannak, hiszen náluk februárban már kezdődik az érettségi. Természetesen mások a lehetőségek, mint egy másik évben az érettségre történő felkészítésnél. Ennek ellenére meg vagyok győződve arról, hogy itt az MNAMK-ban a digitális oktatás keretei között is megfelelően és jó színvonalon fel tudjuk készíteni a diákokat az érettségi követelményekre. A technikai lehetőségek is adottak, a tanárok is motiváltak, a diákok is. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a diákok idén is helytálljanak az érettségin. A vezetők bíznak abban, hogy a diákok hamarosan visszatérhetnek az intézményekbe, és újra személyesen tarthatják majd nekik az órákat. Több milliárdos beruházás valósul meg Baján, amely 50 új munkahelyet teremt a városban. Februártól már indulhat is a termelés a Bajai Hűtőház új gyártó során. A zöldségfeldolgozó fejlesztéséhez a kormány 1,7 milliárd forint támogatást biztosít. Hangzott el a hétfői gyárlátogatáson. Hamarosan jövünk a részletekkel.
Változik a gépjármű adók befizetésének menete. A január 7-én közzétett lakossági tájékoztató szerint 2021-től már nem az önkormányzat, hanem a Nemzeti Adó és Vámhivatal látja el a gépjármű járulékkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Így január 1-től már a NAV számlájára kell befizetni a kötelező illetéket. A 2020. december 31-éig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. Erről február hónapban egyenlegértesítőt küldenek az érintettek részére. Az ezzel kapcsolatos kérdésekben az adóügyi iroda munkatársajának rendelkezésre, írják a közleményben. A tájékoztatóban arra is felhívják a figyelmet, hogy amennyiben változás merül fel a tulajdon vagy az üzemkarbantartói jogban, azt az autó tulajdonosok a kormányhivatal kormányablakosztályán jelezzék. További részletekről a www.bajaiönkormányzat.hu honlapon tájékozódhatnak. 5,4 milliárd forint összegű beruházást valósít meg a Sugó Food Kft. Baján. Az új gyárépületet hétfőn mutatta be a cég vezetősége a sajtónak. A belga tulajdonú zöldségfeldolgozó fejlesztéséhez a magyar kormány 1,7 milliárd forint támogatást biztosít, jelentette be a helyszínen Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Az új gyártócsarnokba várták a vendégeket a Sugó Food vezetői hétfőn reggel. A belga tulajdonú zöldségfeldolgozó egy három elemű beruházást indított útjára, amelynek első ütemében új tortilla chips gyártóüzemet építettek ki a bajai székhelyen. Yves de Vink ügyvezető elmondta, 5 évvel ezelőtt járt először Magyarországon, és már akkor lenyűgözte a sok lehetőség. Mint elmondta, a minőségi nyersanyagok előállítására alkalmas mezőgazdaság és az itt élők mentalitása is meghatározó volt döntésükben. Az üzem korábbi tulajdonosának pénzügyi problémái miatt el akarta adni, vagy be akarta zárni az üzemet, így gyorsan kellett döntenünk. Döntöttünk is. Akkor 1 millió eurót fektettünk be azért, hogy életben tartsuk a gyárat, ezzel együtt 150 ember munkáját is megmentettük. A jövőbe tekintve láttuk, hogy új gyártósorokra és termékekre lesz szükség. Megteremtettük a fagyasztott zöldség termelésének a folyamatosságát, mellé pedig tortilla chipsek gyártásáról döntöttünk ebben a közép-kelet-európai központban. A bajai üzem 1966-ban az állami tulajdonú Mirelit egyik gyáregységeként kezdte meg működését. Azóta sok tulajdonos váltotta egymást, a belga Roger & Roger családi vállalkozás 2019-ben vette át a vezetést. Az évente 25 ezer tonna fagyasztott zöldség előállítására alkalmas üzem termékeinek közel 60%-át exportra szánja. A nyersanyagot a délalföldi térség mezőgazdasági termelőitől vásárolják fel, akikkel több éve szerződéses kapcsolatban állnak. A térség országgyűlési képviselője Zsigó Róbert úgy fogalmazott, az új gyártósor bizonyíték arra, hogyha megfelelő partnerek egymásra találnak és keményen dolgoznak, annak megvan az eredménye. Nekünk ez jó hír itt Baján, illetve a Bácskában legalább két ok miatt. Ugye egyrészt azért, mert a bácskai térség az mindig az ország egyik legnagyobb éléskamrája volt, köszönhetően az itt gazdálkodók szorgalmának és munkájának. Az ő megélhetésük, az itt gazdálkodók megélhetése szempontjából is fontos volt, hogy ez az élelmiszeripari vállalkozás talpra álljon és feljöjjön. És természetesen a cégnél dolgozó több mint 100 családot eltartó ember munkahelyének a megvédése szempontjából is nélkülözhetetlen volt, hogy megerősödjen ez a vállalkozás. Szijjártó Péter külügyminiszter a gyáravaton elmondta, az élelmiszeripar remekül helyt állt a világjárvány idején, ma már közel 150 ezer embernek biztosítanak megélhetést az élelmiszeripari vállalkozások. A magyar élelmiszeriparban működő vállalatoknak és az ezen vállalatoknál dolgozó embereknek köszönhetően Magyarországon semmifajta ellátási probléma nem volt az élelmiszeripar területén, sőt, a tavalyi esztendő első 10 hónapjában, amely hónapok korántsem a könnyű gazdasági helyzetről szóltak,
további 8%-kal tudott növekedni a magyar élelmiszeripar teljesítménye, és ma már 147 ezer embernek adnak megélhetést az élelmiszeriparban működő vállalatok. A kormány az 5,4 milliárd forintos beruházáshoz 1,7 milliárd forintos támogatást nyújt, tette hozzá a külügyminiszter. Az elkészült gluténmentes tortilla chips gyártósor februárban már megkezdi működését, ezzel 50 új munkahelyet teremtve a városban. A második fázisban pedig egy új fagyasztóalagút és egy logisztikai épület kialakítása következik. Adománygyűjtő akciót indított a horvátországi földrengés áldozatainak megsegítésére az Eszéki Rotary Club. A kezdeményezéshez a humanitárius szervezet bajai csoportja is csatlakozott. Az önkéntesek 1000 eurós felajánlással támogatják a nehéz helyzetbe került családokat. Az összeget két részletben utalták át az eszékiek számlájára. A támogatás első felét a klub adományozta, a fennmaradó 500 eurót pedig a saját keretükből ajánlották fel a tagok. A múlt heti utórengéseket követően szombaton este újabb földmozgást észleltek Horvátországban. A horvát hírügynökség jelentése szerint a földrengés 4,5-es erősségű volt, középpontját Zágrábtól 59 kilométerre délkeletre teszik. A katasztrófa védelemhez újabb károkról és áldozatokról egyelőre nem érkezett bejelentés. Idegenben nyitotta meg az évet a bajai NKK NB1B csoportos felnőtt női együttese. Tamás Zoltán alakulata a Rádh Géber Akadémia vendége volt vasárnap délután. A mérkőzés az előzetes gondolatoknak megfelelően izgalmas végjátékot hozott. Pécset lépett pályára vasárnap délután a bajai női kosárlabda klub felnőtt alakulata. Tamás Zoltán tanítványai a hosszú karácsonyi pihenőt követően a Rádh Géber Akadémia Pécs otthonában nyitották meg az évet. Igazából elég rövidre sikerült a felkészülés, mert karácsonykor két ünnep közt egy egész hosszú pihenőt adtam a csapatnak. Ugye Temérdek mérkőzést játszottunk, a szakvezetése úgy gondoltuk, hogy a pihenő az ilyenkor pontosan olyan fontos, mint egy erőteljes edzés. Ahogy lehetett, elkezdtünk edzeni, ugye a PEAC ellen azért össze kellett magunkat szedni, bár a papírforma minket igazolt, úgy gondolom, hogy sikerült, bár még akadozva, de végül is lejátszottuk az első mérkőzésünket az idén. Talán a vártnál is jobban kezdett a baja, 5 perc elteltével már közel 10 pontos előnyre tudtak szertenni Szőlősiék. A kialakult különbség a második negyed derekára szinte teljesen eltűnt, sőt a pécsiek által indított 7-0-ás rohamnak köszönhetően a félidő lefújásakor egy pontos hátrányba kerültek a bajaiak. A kékmezesek a harmadik játék részben kiváló százalékkal szórták tovább a triplákat, így ismét meg tudtak lépni a vendéglátók elől. Az újra 10 pont fölé emelkedő előnyt a zárószakaszban is tartani tudták a sugópartiak, így végül 80-70-es győzelemmel tudtak zárni az év első mérkőzésén. Nagyon jól sikerült a mérkőzés kezdés, azonnal előre tettünk szert közel 10 ponttal, nem is gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz, aztán beigazolódott a gyanúm, felzárkózott a vendéglátó együttes, össze kellett szedni a csapatot a fél időbe, és meglehetősen nehézkes mérkőzésé vált. Magamon is éreztem, hogy nem biztos, hogy jókor cseréltem, jókor kértem időt, nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak újra bele kell rázódni a szezonba. A mérkőzés legeredményesebb játékosának a 22 egységig jutó Pap Regina bizonyult. A zsinórban megszerzett 5 győzelemnek köszönhetően a BNKK a tabella 7. helyéről várhatja a folytatást. A lányok legközelebb hazai pályán bizonyíthatnak, vasárnap délután a TFSE MTK B csoportos együttesét látják vendégül a Dr. Pósta Sándor sportcsarnokban. Főbb híreink jönnek még egyszer röviden. Megérkezett a havazás Magyarországra, a kommunális KFT megkezdte a síkosságmentesítést a városban. Továbbra is digitális oktatás. Február 1-ig még biztosan maradnak az online órák. Megvan az idei első. Győzelemmel kezdte az évet a bajai NKK felnőtt együttese. A bajai televízió híradóját látták.
friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Én köszönöm figyelmüket, szép estét és jó egészséget kívánok. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Kedden az ország délkeleti, keleti felében lehet több és vastagabb a felhőzet, és ott hószálingózás, kisebb havazás is várható. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől az északnyugati, északi tájakon hószálingózás, gyenge havazás, helyenként havas eső is előfordulhat. A délnyugati déli szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között várható.